Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. április 19-én, este 7:30-kor. Szomorú vasárnap, egy nap alatt két közúti baleset is történt környékünkön. Lángost és süteményt is kaptak a kalocsai mentősök, sokan támogatják a helyi életmentőket. 75 milliós felzárkóztatási program indul Kalocsán, a megvalósítás akcióterülete a Szőlőkközeváros rész. Vasárnap hajnalban egy óra körül a Hajóst Miskével összekötő úton a Hajós Vége helységjelző táblához közeli útszakaszon az enyhe jobbos kanyarban árokba borult és fejtetőre állt egy Fiat típusú személygépkocsi a benne lévő négy utassal. Ezt követően még vasárnap késő délután Dunapatajnál is felborult egy személygépkocsi. Az út melletti árokban felborulva állt meg az a személyautó, melyhez vasárnap hajnali órákban riasztották a hatóságokat. Szemtanúk szerint az utasok saját lábon el tudták hagyni a csúszós úton először az út bal oldalára átsodródott, majd az ottani mély árokba vágódott, sötét színű Fiatot. A helyszínre a kalocsai és a Jánoshalmi mentőállomás munkatársai érkeztek először. A szemle adatai szerint a jármű jelenleg ismeretlen okból letért az útról, majd árokba borult. A helyszínre érkező járőrök az autónál négy szemét találtak, ám elmondásuk szerint a kocsit egy ötödik, általuk ismeretlen férfi vezette, aki a rendőrök kiérkezése előtt ismeretlen helyre távozott. Az egyébként könnyű sérüléseket szenvedett férfiakat vérvizelet mintavételre előállították. A nyomozó hatóság a büntető eljárás keretén belül vizsgálja az eset körülményeit, így azt is, hogy kivezethette a járművet a baleset bekövetkezésekor. A közlekedési balesetnek indult ügy vizsgálata az ittas járművezetés gyanúja miatt bűnügyi szempontok szerint helyszíneléssel folytatódott. Az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kalocsai rendőrkapitányság vizsgálja. A helyszínen a kalocsai tűzoltóknak is akadt dolguk, ők a jármű áramtalanítását végezték el és közreműködtek a roncs elszállításában. Vasárnap sajnos még egy komolyabb balesethez riasztották a rendőrséget. Dunapataj belterületén a Kalocsai úton egy újteleki lakos közlekedett autójával 18 óra 15 perc körül. A jelenlegi adatok alapján a jármű a nedves úton megcsúszott, egy betonkerítésnek csapódott, majd az árokba borult. A baleset következtében a sofőr és az utasok is megsérültek. Az eset körülményeit szintén a Kalocsai rendőrkapitányság vizsgálja. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság a balesetek elkerülése érdekében felhívja a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy körültekintően a mindenkori út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek, és ügyeljenek a sebesség helyes megválasztására. Ne feledjék, a balesetek megelőzhetőek. A legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok betartása. Egy 80 éves nagymama saját kezüleg készített lángossal lepte meg a kalocsai mentősöket a minap. Sok felajánlás, figyelmesség és adomány érkezik a helyi életmentőkhöz napi szinten. Ennek oka többek közt, hogy a Covid miatt nehéz időket élnek meg a tisztek, továbbá a fővárosban nemrégiben inzultus is érte a kollégákat. Ebédet vásárolni állt meg pontosan másfél percre a mentős Budapesten. Erről fényképet készített egy lakó, melyet követően feljelentette az éhes mentősöket. Sokan felháborodtak az életmentőket ért inzultus kapcsán. Kalocsán szerencsére nem gyakori a hasonló eset. Ebben a Covid időszakban az emberek picit feszültebbek, otthon vannak sokat, a bezártságtól azért mégiscsak egy kicsit úgy megviseli őket, úgyhogy előfordul az ilyen, hogy másképp reagálnak, mint egyébként korábban egy normál békeidőben reagáltak volna, úgyhogy minket annyira nem lepett meg. Nyilván azért minket is felháborított valamilyen szinten, de inkább nevetünk ezen. Az emberek országos szinten megmozdultak, és egy emberként álltak ki az ebédet vásárló mentősök mellett. Ez az összefogás és támogatás a kalocsai tisztekhez is eljutott, így az állomásra rengeteg felajánlás és figyelmesség, kedvesség érkezett, ezzel támogatva őket és munkájukat. Rengetegen bekopogtak az ablakon, és hoztak egy tálca süteményt, éppen ma reggel is egyébként. Most hívtak a bajtársak a mentőállomásról, hogy szakmáról Tóth Ferencné egy nagy tál sajtos kiflit vitt nekik ma reggelire, de előfordult ugye, hogy süteményt kaptunk, Dávid Viki szokott nekünk mindig sütemény gyümölcsöt hozni, ő egyébként is gyakran támogat minket, és egy kedves szóval a boltban mindig
mindig meglep és mindig mosolyra fakaszt minket, de ő gyakran szokott. Ezen kívül kaptunk kalácsot, kaptunk egy hatalmas nagy ajándékkosarat Bér Attilától, aminek nagyon örültünk, kávé volt benne, ami ilyenkor nagyon jól jön, úgyhogy ennek is nagyon örültünk. Illetve hát volt egy nagyon-nagyon cuki 80 éves néni, Gizi néni, akinek ugye egy poszt is volt ezzel kapcsolatban, az Életmentő Kalocsai Mentő Alapítványnak a Facebook oldalán. Nagyon aranyos volt, lángost hozott nekünk egyik nap, és olyan jót beszélgettek kint az udvaron a bajtársakon, illetve nagyon-nagyon aranyos volt, úgyhogy sokan gondolnak ránk. Mindezek mellett vacsorát, illetve fejenként 30 perces masszázsutalványt is kaptak. Továbbá a kecskeméti Fornetti gyár az egész Covid időszak alatt, tehát már tavaly óta hetente támogatja az állomást péksüteményekkel. Nagy szüksége van a dolgozóknak a pozitív visszajelzésekre és az emberek támogatására, ugyanis nagyon nehéz időszakot élnek meg. Mi annak örülünk igazán, hogyha van egy kedves szó, mint ahogy említettem is, a boltban összefutunk, megismernek minket egyenruha nélkül is, és elmondják, hogy szeretnek minket, hogy támogatnak minket, és hogy tényleg azért ez egy lelkileg megterhelő, fizikailag is megterhelő munka mostanában, de leginkább lelkileg megterhelő, és ez rengeteget segít nekünk. A kalocsai állomásra folyamatosan érkeznek a figyelmességek. Sokan fejezik ki támogatásukat. A pénzügyminisztérium regionális fejlesztési programok végrehajtásáért felelős államtitkársága értesítette a napokban dr. Filvik Géza polgármestert, hogy az igényelt teljes 75 millió forint összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A 100%-os támogatási intenzitású forrás felhasználásának végső határideje 2023. május 31. A megvalósítás akció területe a projekt szempontjai szerinti veszélyeztetett terület, a Szőlőközeváros rész. A megvalósítás előtt álló feladatról szólva dr. Filvik Géza polgármester elmondta, a képviselőtestület még október 22-én döntött a pályázat benyújtásáról, melynek céljai összhangban állnak a városvezetés azon elhatározásaival, hogy a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területeken élő, hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeit javítani szükséges. A projekt magába foglalja a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkóztatást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és a hatékonyabb szociális munkát biztosító programokat. Rumi László, a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja és a program szakmai vezetője szerint a projekt megvalósításának komplexitását tükrözi, hogy az adott városrészben a folyamatos szociális munka megteremtésére törekszenek. Ez magába foglalja a pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadásokat, a problémák feltérképezését, egyéni fejlesztési tervek készítését, megvalósítását, és ami legalább ennyire fontos, ennek folyamatos felülvizsgálatát, a tapasztalatok visszacsatolását a végrehajtókhoz. A szakmai vezető aláhúzta, a két éven át megvalósuló projekt fontos része a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, a gyerekek iskolai felzárkóztatását segítő, kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok kivitelezése. A pályázati célok magas színvonalú ellátásának garanciája az is, hogy azok megvalósításába az érintett kört, többnyire a Szőlőköze városrészben élő hátrányos helyzetű embereket, Kalocsaváros cigány nemzetiségi önkormányzatának bevonásával kívánják mozgósítani a városban komplexitását és nagyságrendjét tekintve példanélküli programokban. Sztojka István az érintett roma közösség nevében megköszönte, hogy a város már a pályázat benyújtása előtt kikérte a cigány nemzetiségi önkormányzat véleményét, azt beépítette a megvalósítandó célok közé. Különös öröm számukra, hogy olyan égető a roma lakosságot érintő problémák megoldására, illetve felszámolására nyílik lehetőség, ami hosszabb távon jelenthet majd kitörési esélyt arra, hogy az adott területen élők életkortól független vegyék hasznát a tudatformálással is együtt járó programoknak. Az elmúlt napokban egyalá csökkent a vírus reprodukciós rátája, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy fertőzött legfeljebb egy embernek tudja átadni a vírust. Erről az országos tiszti főorvos beszélt. Müller Cecília elmondta, jelenleg tetőzik a harmadik hullám, azonban a számokban csökkenés tapasztalható.
Az elmúlt 24 óra leforgása alatt 2680 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Emellett 197 fő veszítette életét a betegséggel összefüggésbe hozhatóan. Jelenleg 269.595 aktív fertőzöttet tartanak számon, így elmondható, hogy a számokban csökkenés tapasztalható. Bár magas számokkal küzdünk még, éppen ezért nagyon fontos, hogy a védelmi intézkedések meghosszabbításra kerültek. Ugyanakkor látjuk azt, hogy egy nagyon enyhe, diszkrét csökkenést is tapasztalunk. Minden esetre ez a csökkenés, ez még rendkívül törékeny, még tendenciát nem tudunk levonni belőle. Azt látjuk, hogy a járványügyi adatok napok óta, sőt lehet mondani, hogy egy hete stagnálnak, és egy nagyon-nagyon picit elkezdtek csökkenni. A napokban a reprodukciós ráta is egy alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy egy ember átlagosan egy másiknak adja át a kort. Ez az az érték, ez az a viszonyszám, ami mutatja azt, hogy egy fertőzött hány másiknak adja át valójában a betegséget. A vírus képességét ismerjük, tudjuk azt, hogy az angol variánsnál potenciálisan egy fertőzött négy másiknak tudja átadni a fertőzést. Azonban jelenleg Magyarországon, hogy mi az aktuális helyzet, azt a reprodukciós ráta mutatja meg, tehát jelenleg ott tartunk, hogy körülbelül egy fertőzött személy egy másiknak adja át. Ez a magyar szituáció, mert 0,98% a reprodukciós ráta jelenleg. Azonban továbbra is fontos az érvényben lévő védelmi intézkedések betartása, továbbá a védőoltás beadása is. Az oltás életet menthet. Regisztrálni rá a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet. A kalocsai Viski Károly Múzeumban megérkezett az Örökségvédelmi Hivatal határozata, amelyben az Ásatási Bizottság állásfoglalásának kikérése után engedélyt adnak a műemlékvédelem alatt álló dunapatai református templomban végzendő régészeti feltáráshoz. Az április 19-én hétfőn elkezdődött munkálatokról, azok céljáról Lantos Andrea, a múzeum régésze elmondta, a dunapatai református templom jelentősége az 1980-as években lezajlott műemléki vizsgálatok alapján vált köztudottá. Akkoriban az épület néhány gótikus építészeti eleme, csúcséves ablaka lett kibontva az újkori vakulat alól, s vált láthatóba a nagy közönség számára. A közelmúltban, 2018 körül elkezdődött felújítások során az épület belső berendezését ideiglenesen kipakolták, a vakulat jó része pedig kívül és belül egyaránt el lett távolítva. Ez az állapot lehetőséget ad a gótikus templomépület behatóbb vizsgálatára. A szakember rámutatott, 2020-ban földradaros felmérés készült az épület belsejének egy részén és az épületen kívül is, melynek eredményeként láthatóvá vált az épület északi részéhez kapcsolódó, az újkorban elbontott sekrestye körvonala, valamint az egykori kerítőárok körvonalának részlete. A mostani templom belsőben tervezett régészeti kutatás 2x25 négyzetméteres területen zajlik, az egyik a szentélyben, a másik a templom hajóban. Az épület belső állványozása és a belső munkálatok miatti leszűkült, kutatható terület, valamint az eddig rendelkezésünkre álló mérések adatai alapján választották ki a szelvények helyét. A kutatás során több réteg feltárásával számolnak, reményeik szerint lehetőség nyílik a téglapadló alatti feltöltés és az elbontott elemek, diadalív, oltár, korábbi építési fázis alapozása vizsgálatára, valamint a templomon belüli esetleges temetkezések feltárására. A dunapatai református templom eredetileg római katolikus templom volt, de a reformáció elterjedésével a reformátusok vették használatba. Többszöri átépítés után kapta a mai barokk jellegét. Magasra tette a mércét a rájátszásban a KKC női együttese azzal, hogy az első körben idegenben legyőzte a Nemesnád udvar együttesét. A kezdeti öröm azonban hamar elillant, hiszen az elmúlt hétvégén nem sikerült itthon tartaniuk a győzelemért járó pontokat, ezúttal a Mizsek HC volt eredményesebb.
Dávidházy Sándor együttes április 10-én megkezdte a menetelést a Bács-Kiskun megyei női első osztályú kézilabda bajnokság felsőházában. Első körben idegenben a Nemesnád udvar ellen léptek pályára. A forduló óriási kalocsai sikerrel zárult. Lányok nagyon készültek erre a mérkőzésre, és mindent beleadtak, és az egész héten magas fokú koncentrációval, akarattal dolgoztak, és így érkeztünk el a hétvégi mérkőzésre, és én azt gondolom, hogy egy szoros, gólzáporos félidő után sikerült egy magabiztosnak mondható győzelmet aratnunk a Nád udvar ellen. Én azt gondolom, hogy a maximumot kihoztuk abból a mérkőzésből, és mindenki boldog volt és felszabadult. Hangulatban jöttünk el a mérkőzésről, és ez tartott egészen a hétfői edzésig, úgyhogy nagyon jót tett a lányoknak ez a győzelem. A folytatásban egy újabb nagy küzdelemre kellett felkészülnie a KKC női együttesének, hiszen április 18-án a Mize KC-t fogadták hazai pályán. Elérkezett ez a mérkőzés, amire ugyanúgy készültünk, mint egy Nád udvar ellen, és a lányokban nem éreztem azt az átütő erőt, amivel készültünk. Én mondtam a lányoknak, hogy ezt a csapatnak a kőkemény védekezése van, azt azért tudni kell a Lajos Mizséről, hogy a Nemesnád udvart is 11 góllal megverte. Ez a csapat egy nagyon-nagyon összerakott, nagyon fiatal, nagyon tehetséges NB1-es utánpótlásból igazoltak játékosokat, és igen, ők NB2-be igyekszenek. És én mondtam a lányoknak, hogy jobb csapat, jobb játékos állományból vannak, de mindenféleképpen van esélyünk. A lányok azonban ezúttal valamiért nem tudták elhinni, hogy győzhetnek, és 23-32-es vereséget szenvedtek. Tehát az eddigi mérleg a rájátszásban egy győzelem és egy vereség. A mezőny nagyon erős és kiegyenlített, így a bajnokság kimenetele kiszámíthatatlan, tulajdonképpen bárki esélyes lehet a bajnoki címre. Én azt gondolom, hogy a Lajos Mize egy kicsivel előrébb tart mindenkitől, de ez női sport. Én azt gondolom, hogy egy koronavírusos időszakban bármi előfordulhat, de hogyha a legerősebb csapatokat és a legerősebb játékosokkal mindenki ki tud állni ebben a felsőházas rájátszásban, akkor valószínű, hogy a Lajos Mize 100%-osan fogja zárni ezt a bajnokságot. A következő fordulóban ismét idegenben játszanak majd a Dávidházy játékosai a Miklós KC ellen. Csapatunk nagy csatára készül, sajnos egy meghatározó csapattag, Doszpod Adrien nélkül. Ő ugyanis olyan súlyos sérülést szenvedett a Mize elleni mérkőzésen, hogy nagy valószínűséggel ebben a szezonban már nem tud pályára lépni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!